Szevasztok, Peti vagyok, Avaglub Média csatornát nézitek, és ma egy új szerelős videó jön, méghozzá ezt a Bosch vízmelegítőt fogjuk felszerelni, mert a mi Junkers kazánunk teljesen tönkrement. Körül ne nézzetek, meglehetősen hektikus a dolog, ugye két hete nincs víz, és... Megmutatom nektek, hogy hogy kell beszerelni, idézőjelben, hogy fogjátok szakemberrel beszereltetni a vízmelegítőktöket. Beszéljünk röviden a meglévő rendszerről, meg hogy minden működik. Közben ez egy tesztje is az új GoPro 10-esnek, feketének, 10 Black. Hogy meddig bírja akkúval, mennyire melegszik, mennyire vesz föl hangot, melyik mikrofont fogom be éppen. Például most kikapcsolt a kamera, de nem tudom, hogy vesz-e föl. Mint kiderült, vesz föl, csak úgy magától kikapcsolt, majd biztos beállítás kérdése. Tehát még egyszer mondom, körül ne nézzetek. A eredeti fűtés, az itt benn van a spejzba. Ez egy, hát mennyit láthatok belőle. Ez egy Junkers, méghozzá ZR18-2ADE. Annyira már rájöttem, hogy a 18 az egy 18 kW-os. Ugye mit csinál? Közben menj oda a gombot, elalszik a piros. Próbál gyújtani, van is némi láng, de nem majd marad begyújtva. Mindig hallani, hogy kattog. Megállt. Piros lámpa. Ennyi. Na, tehát ez egy 18 kW-os Junkers készülék, 31 éves, és most már nem lehet hozzá alkatrészt kapni, úgyhogy ő itt halott, mindjárt ki is kapcsoljuk. Azért ADE2, mert van neki egy ilyen vízmelegítő, kiegyenlítő tartalja, tehát úgy működik. Fú, most nagyon belemegyünk, ezt majd pörgessétek át, akit nem érdekel. Tehát itt bent jól nincs világítás, de higgyétek el, hogy itt, ahol mutatok, van neki egy szelepe, ami eldönti, hogy a fűtéskörre vagy a vízmelegítő fele küldi a meleg vizet. Ha ide küldi a meleg vizet, akkor ugye azt hiszem itt be, itt vissza a fűtéskörre. A hideg víz, csapvíz az itt jön be, és ezen a csöbön megy ki a meleg víz az összes fogyasztóhoz, zuhanyzóba, a csaptelephez. A terv az, mivel ez a rendszer így már nem működik, mert ezt rá tudnám hebrákolni valamire, de teljesen fölösleges, mert akkor legalább ez is elmegy innen a faszba, mert csak elveszi a helyet. Bocsánat, hogy csúnyán beszélek, remélem már ide föl fogjuk szerelni az új Junkers Bosch gépünket. Igen, ott van fönn a szerver. Ide föl fogjuk szerelni az új Junkers Bosch gépünket. Miért ide? Azért, mert ennek a falnak a másik oldalán van a mi kis megszakító szekrényünk. A kis megszakító szekrényből lentről bejön. Ugye, még egyszer, én nem villanyszerelő, nem vízszerelő, ti se, ne nyúlkáljatok bele. Én nekem viszont van két mester diplomám, az egyik abból gép építőmérnök. Tehát én azért nagyjából tudom, hogy itt mi történik. Tehát ti ne nyúlkáljatok vele. De mondom nektek, hogy mi történik. Itt ezen a vastag kábelen jön fönn, a lentről a mérőről, egy élelmi-védelmi relébe, élelmi-védelmi reléről megy az egyes biztosítékokba, a biztosítékokról meg az egyes kábelekbe a falokba. És itt föl van írva, hogy ki kivel van. Például a 15-öst, ami a negyedik, az gyakorlatilag le is kapcsolhatom, mert soha többet nem fog kelleni, és nézzük, hogy ki is kapcsolt-e. Csak azért, hogy ki legyen kapcsolva. Látjátok? Nem világít a piros gomb. Na. Ja, hát mindenhol vannak már alkatrészei az új készüléknek, mert ugye ez most itt egy gyorsan kell menni, aztán rájöttem, hogy csináljak olyat, ami érdekel, mert amúgy is lelki betegek vagyunk, úgyhogy itt vannak szanaszét az alkatrészek az ágyom, meg ott fúrószárak, meg minden. Ez ugye már csak az üres doboza.
Aha, átbasztalak benneteket, mert a belsője ott van a házlapjából, mert már kivettük a belsőjét, az meg benn van a konyhába. Jó, először a... Ugye hideg vízzel még nagyjából lehet zuhanyozni, nyáron meleg van, elviselhető, tehát nem a vízkört fogom előbb szétszedni, hanem előbb megpróbálunk lukat találni, pontosabban két fúrószárunk van, egy 8-as meg egy 20-as. Előbb a 8-as szárral előfúrunk, hogy lássuk, hogy a másik oldalt valójában hol jövünk ki. Több lehetőség is van, vagy itt fönt a sarkokba próbálunk átfúrni, vagy itt egy picit lejjebb. Tehát az első terv az, hogy most a 8-assal megpróbálok oda fúrni egy lyukat, hogy egyáltalán lássuk, hogy hol jövünk meg a másik oldalt, azhoz, hogy rendesen tudjuk szerelni a készüléket, mert ugye a kábellel vagy itt kellene belejönni. Kábelre, ha visszatérünk, akkor ugye vagy a gépnek a leírásában, vagy különböző honlapokon lehet találni leírás, hogy adott teljesítményű készülékhez milyen kábelt vegyünk. Nekünk egy 6 négyzetmilliméter átmérőjű kábelt mondtat a gép gyártója, azt is fogjuk berakni. Kicsit overkill. Overkill azért, nem beszéltünk a gépről. Ő egy Bosch, és most puskázunk. Tehát ő egy Bosch Tronic, tehát TR 8500, de nem 8500, mert ez egy 8500i. Itt láthatjátok. Tehát ez egy TR 8501i. Az i azt jelenti, hogy okosház képes, ugye el is, mivel nekünk minden redőnyünk, meg lámpánk, meg számítógépünk okosházban van integrálva, meg a mozgásérzékelők, meg az ablaknyitásérzékelők, meg a termosztát, meg a riasztónak a kis cucca, tehát nekünk nem árt, ha is. Amúgy fele áron, elmondom nektek, 550 euróért lehetett megvenni 1200 helyett az interneten. Tegnap megrendeltem, ma már megjött. Kutyafuttába elmentett mindenféle alkatrészért, amit majd ma szépen föl fogunk szerelni. Jó, úgyhogy mielőtt nekiállunk furkálni, ezt az egészet elmondom mindjárt németül is, aztán furkálunk. Szevasztok! Azt az egyet az előbb elfelejtettem mondani, hogy azért választottuk többek között ezt a gépet, mert ha itt megolvassátok, akkor van 15, 18 és 21 kW-os módja. Az azt jelenti, hogy a gépen ezekkel a jumperekkel át lehet állítani, hogy hány kilowattot húzom ki a falból. Tökéletes, pontosan ide szerettük volna, hogy jöjjön meg a kábel kivezetés, mintha csak ide terveztük volna ezt az egészet. Tehát mivel itt van az elefán oltmánya, már benne a space-ben, ugye a másik vége benne van még a megszakító szekrénybe, ezért innen ráfűzzük a készüléknek a házat, úgyhogy itt elvágjuk ezt a csövet, ahol majd át fog jönni a kábel. Illetve a csomagolásban találtok két ilyen dolgot ráfröccsöntve ide alulra a két pöcök közé. Ez arra van, mint ez, hogy szíves, finoman ezt ide beletekeritek, és akkor majd a vízszintet, meg a készülének a dőlését ezzel a műanyag csavarral lehet még állítani. Ugye ezen keresztül fogjuk megcsavarozni a készüléket a falhoz. Tehát a vízmelegítőnek a tartója fönn van a falon, nem teljesen függőleges, de jó lesz. Ugye ennek valójában itt a falból kéne kijönnie a két csőnek, ugye, hogyha ez eredetileg így lett volna tervezve,
Most bele kéne rakni a tartóba a belsejét, de én azt javaslom, hogy hát én úgy fogom csinálni, hogy előbb felszerelem ezekre a csövekre a flexibilis csöveket, hogy később ne bent a készülékben kelljen szenvednem ezzel. Tehát csak egyik meneten fogom megmutatni, hogy mit fogok csinálni minden másik menettel is. Méghozzá ugye itt a menet, itt meg az ellenmenet. Valójában ezt a készüléket vastagabb csővel kéne bekötni, de mivel átmeneti megoldásról van szó, ezért ez is meg fogja tenni a mi célunknak. Ugye, ha megnézitek, ezekben a csövekben már van egy fehér tömítés, de én biztonság kedvéért rakok még egy fekete tömítést majd mindig beléjük. Illetve a Loctite 55 menet, hát kocnak csúfolt menetragasztót fogom használni. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. Az egész műnelethez kelleni fog egy, vagy legfeljebb kettő ilyen pumpafogó. Ugye nálunk az van, hogy nem egyből a falból a készülék mögül jön a víz, hanem majd ezekkel a flexibilis csövekkel fogjuk a meglévő csövezetékbe integrálni. Ezért előbb kezdünk egy 90 fokos menettel, ami elviszi a flexibilis csövet, és ez lesz rátekerve, pontosabban erre fog rátekeredni a készüléken lévő anya. Mind a két végét a csőnek, vagy nek az idomnak fogjuk és a Loctite-tal bekezeljük. Na most a trükk az, hogy mindig, ha a bal kezedben van a menet, jobb kezedben a Loctite, lefogod a Loctite-ot, és magadtól elfele tekered mindig egy menettel beljebb, így, mindjárt mutatom közelebbről, hisz ezen a menetemelkedésen fogja a menet majd maga előtt tolni a Loctite-ot, illetve lehet neki még mindig jobbos menettel még egy réteget adni, biztonság kedvéért én rá szoktam húzni ezt is. Jó, és ezt megcsináljuk a mind a két menetével. Tehát még egyszer, másodszor már gyorsabban, bal kezedbe a menet, jobb kezedbe a Loctite, és tőled elfele tekered föl, bele a menetekbe, egymás mellé, és ha minden menetben van, akkor én még egy ilyen 2-3 menetet adok neki. Így. Ez a tömítés elég is lesz, majd meglátjátok. Na, kész vagyunk. Van meleg víz? Direkt nem mutattam meg nagy mértékben, hogy hogy csináltam meg a villanyszerelést. Picit belenézhettek. Így csináltam meg a villanyszerelést. Mert ezt tényleg csináljátok meg egy szakemberrel, aki ért hozzá, vagy tudja, hogy mit csinál. Még egyszer, én mérnök, én nagyjából van sejtelmem arról, hogy mit csinálok. Amúgy, ha rögön akartok, megbaszott az áram egy pillanatra, mert rátenyereltem az egyik kábelre figyelmetlenségembe. És így néz ki a belseje. Itt sem mutatom meg különösebben, hogy lett bekötve. Inkább a víz részével foglalkozunk. Nyilván ez majd ide be fog fordulni, hogyha rajta van a teteje. Tehát itt ment el régen a meleg víz. Ó, szép meleg még a kábel, vagy a cső. Itt megy ki a meleg víz, és itt jön be a hideg víz. A készülékkel jött egy ilyen hideg víz csap. Annyit kellett, hogy el kellett szaladnom a boltba, mert ugye minden fél szóra készültem. Természetesen ez az egy, ez 3/4 szolos. Úgyhogy ide kellett egy átalakítót vásárolnom, és utána összeraktam ezekkel a flexibilis csövekkel, amiket hoztam, sehol nem csöveg, sehol sem, csak hát hideg a hidegvíz része, és hogyha fölkerül a teteje, mindjárt mutatjuk, csak elmondom mindezt németül, ha fölkerül az, akkor faszán működik. Ami még egy dolog, még egyszer erre térjünk ki részletesebben. Ugye majd ide fogjátok bedugni ebbe a fehér tugajba a, most nyugtátok benne, mert le van kapcsolva az automata. Ide lesz beledugva az előlapi kijelző, meg a gombok, és itt alatta láttok jumpereket. Az egyes jumpernek, ha jól láttam, akkor mindig benne kell lennie.
Ha nincs bent a 2-3, akkor csak 15 kW-ot vesz föl, illetve én beraktam az 5-öst, mert a 42 fokos víz valahogy nekem a kezemnek nem volt elég, úgyhogy 48 fokos vizet használunk, és majd a többi csampert itt fogjuk tárolni, miután mindjárt rendet rakunk. Hogy miről beszélek pontosan? Ugye nyilván elolvassuk a használunknapot, kívülünk egy kicsit a fényre. Hát igen, káosz, tudom. De van meleg víz, fantasztikus. Tehát, itt vannak a jumperek. Nagyon nem akarok belemenni, hisz ez a papír nektek is meg lesz, hisz újonnan vásároljátok a gépet, vagy valami hasonlót. Tehát azt mondja, hogy melyik példányunk van, nem a 13-11 wattos, hanem a kilowattos, hanem a 21-18-15 kilowattos a miénk. Az azt jelenti, hogy ha a 2-es-3-asban nincs semmi, akkor 15 kilowatt, ha a 2-esben van a jumper és a 3-asban üres, akkor 18 jumper, ha benn van a 2-es és a 3-as jumper is, akkor pedig 21 jumper. Akkor mondani, kilowattot vesz föl, tehát ez már nagyon sok. Amúgy hozzáteszem, hogy Németországban, de szinte Magyarországon is, hogyha 12 kilowattnál erősebb háztartási gépet szerelsz be, akkor engedélyt kell kérned a áramszolgáltatótól. A másik jumper köteg, az pedig ez itt. A 4-es, 5-ös, ugye megnézzétek, itt a 2-es és a 3-asról van szó. A 4-es és az 5-ös jumper azt mutatja, hogy meddig lehet maximum felállítani a hőmérsékletet. Tehát én első próbára beraktam az alsót, tehát az 5-ös jumpert, és valóban 42-nél följebb nem tudtam állítani a hőfokot. Tehát nyomogattad a gombot, nem ment följebb. Beraktam az 5-ös jumpert, hogy 48 fokig lehessen, és valóban 48 foknál áll meg a hőállítás, és a 48 fok az én kezemnek már épp hogy forró. Tehát 48 foknál forró vízbe nem mosogatnék. Nyilván aki 53 fokig akarja tudni állítani a hőmérsékletet, az a 4-es jumper teszi be, és az 5-ös nem. Aki pedig a maximum 60 fokot akarja, az berakja a 4-es is, meg az 5-ös is, de hát ugye annál több áramot fog fogyasztani. Jó? Úgyhogy rápatintjuk a tetejét, és akkor majd még lesz egy snitt, ahol minden kész. Erről a kábelről beszéltem, ugye ez a deklinek a belsejéről lóg. Ezt simán bedugjuk, és kész. Kész a készülék. Nyilván majd még rendet kell rakni, meg össze kell szedni a szerszámokat, meg a szemetet. Majd szólunk asszonynak. Erna! Ja, nincs itt hol. Na mindegy, majd akkor nekem kell rendet rakni. Tehát kinyitjuk a melegvizet. A gép beindul, a kis kék csík mutatja, hogy mennyire fűt. Ugye amíg a 42 fokosra volt állítva, akkor volt egy kis zöld levélke is, hogy hát ő aztán nagyon öko. És meg lehet nézni, hogy például, hogy mennyi a fogyasztás. Jelenleg elfogyasztottunk már 0,4 kW-ot, és 19 liter vizet engedtem ki a tesztelés során. Meg vannak több számlálók. Még nem egészen jöttem rá, hogy hogy működik. De a víz az forró. Mukadik! Úgyhogy, ha tetszett a videó, iratkozz föl, a készüléket csak ajánlani tudom. Meglátjuk, hogy így működött a GoPro 10, és lájkoljatok, osszátok meg, az segít a legtöbbet, ha megosztjátok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!